A megismerés kalandja. Hát nem lesz könnyű, kapaszkodni kell szerintem a hallgatóknak, de mindent megteszünk majd. Dr. Sík András, a lehet a -e természetföldrajzi tanszékének adjunk a stúdióban, aki egyébként geográfus bolygókutató. A Curiosity a Mars élet nyomában egy csodálatos cikk, egy izgalmas cikk csodálatos képekkel a földgömb legfrissebb számában, és amikor már azt kérdeztem itt a zene alatt, hogy, hogy kb. mennyit kell dolgozni egy ilyen cikkel, amikor az ember nekiveselkedik és elolvas, az sem 5 perc, meg az sem 10 perc, szóval azt végig kell bogarászni rendesen, de írni azt tényleg biztos több napba kerül, főleg akkor, hogyha az embernek úgy könnyű lehet, hogyha van ebben előét, és önnek elég komoly előélete van. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Bizony nem volt rövid idő megírni a cikket, mert annyira sokféle hír van most a az amerikai ismert terjesztő honlapokon a NASA nak az oldalán, és ezekből próbáltam egy olyan összeállítást készíteni, ami az átlag érdeklődő számára is még érdekes. De aki igazán sokat dolgozott vele, az a tördelőszerkesztő volt, mert olyan nagyon sok kép van, egyrészt a Curiosity-nak a felszíni képei, másrészt a keringőegységeknek a leszálló és helyről készített képei. Hogy van ilyen. mit nézni a cikkben, azt hiszen 18 oldal lett, úgyhogy javaslom mindenkinek melegen, néhány napja már kapható a földgömb októberi Száma. Rendben van, azt is mondta, hogy egészen a nyugdíjasok egyetemétől, ugye egészen iskolákon át. Bizony, hát ez most egy forró, forró téma. Futnak a be hozzá megkeresések, előadások tartására, vidéki középiskoláktól, kulturális intézményeken át a legszürreálisabb program A jövő héten azt valami vírusest nevű rendezvényre megyek itt Budapesten, de például az eltének most van egy új kezdeményezése, szépkorúak egyeteme, oktassuk a nyugdíjasokat, akik ráérnek, és szívesen tanulnak, és már annak a programjába is bekerült a Marskutatás. kutatás. marsot mindenkinek, ez rendben van. Azt mondtam zene alatt, és remélem, hogy ebben nem, bánt, vagy ettől nem bántódik meg, hogy a, a távolság tartása fogyasztóban, az olvasóban, a hallgatóban talán csak attól lehet, hogy olyan keveset tudunk erről az egész dologról, olyan, olyan nagyon misztikusnak, varázslatosnak tekintjük, nem tudjuk a távolságokat, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen messze van, mennyi idő alatt jön ide az információ, ha csak az ember ebben nem, ha csak nem érdeklődő, vagy nem ássa bele magát. Talán ez, ez gátat képhez. Hát az biztos, hogy egy ilyen jellegű cikkben vagy előadásban ezeket a gátakat fel kell oldani rögtön az elején. Bizony érdemes is úgy gondolni a dologra, hogy a nasa vannak rover vezetői, akiknek az a foglalkozása, reggel bemennek a munkahelyükre, elülnek a számítógép elé, és parancsokat küldenek egy másik bolygón működő ember a szerkezetnek, hogy guruljon előre 20 métert, utána forduljon észak felé 50 fokot, haladjon tovább 10 métert, majd az ott lévő követ vizsgálja meg a robotkarjával. És hogyha valamit elrontanak, mondjuk ezek a rover Driverek, vagy hívják őket, akkor abból bizony nagy probléma adódhat, Adott esetben neki megy valaminek a szerkezet, vagy a legrosszabb esetben elakad egy homokdűnében. Tehát például nem is rögtön neki küldik a parancsokat, hanem van egy földi referencia modell a másik szobában, a NASA sugárhajtású laboratóriumában, és oda küldik el először a parancsokat, végrehajtja a földi modell, és hogyha minden simán lefutott, akkor küldik el a marsra. Az is érdekes, hogy 14, kb. 14 percig tart, amíg a rádiójelek. Á, ezt meg elérnek akartam neked a, a hallgatóktól, a hogy küldjék el sms a típüket, hogy hány perc egyébként idejét. 14. Jelenleg, hát ez változik, ugye hmm. a két bolygó a Föld és a Mars egymáshoz képesti távolsága az folyamatosan változik, ahogy keringenek a nap körül, de hogyha a Mars roverről válasz is érkezik, annak újabb 14 perc kell, amíg ide ér hozzánk, tehát körülbelül fél óráig tart, az amíg választatunk a kérdésünkre. Mire büszke, büszkébb egyébként a geográfus bolygókutató a, a szerkezetre, ami ott bolyong, meg Kódorog a mars felszínre, barangol, barangol, ez egy vegetes, nagyon jó kifejezés. Szóval a szerkezetre az átvitelle, hogy ez az adat így jön, meg fél órán belül kérdés-válasz megérkezik, vagy az egész, ami ezt az egészet fölépítette körülvet. Nem tudom, hogy egyáltalán szét lehet ezt, ezt választani. Szét lehet választani. Egy, egy leszálló egység küldetésében ugyanakkor a súlyjal van szerepe a mérnökök csapatának, mint a tudósok csapatának, és ezt a NASA is valamilyen módon különkezeli. Ugye a mérnökök azok, akik azt mondják, hogy mi az, amire képesek vagyunk, mi az, ami még biztonságosan teljesíthető, a tudósok pedig mindig azt mondják, hogy menjünk még izgalmasabb helyre, guruljunk még távolabb, vizsgáljuk meg azt, meg azt a. Hát igen, néztem, hogy dűnék, hegyoldal, kiszáradt folyó, Elég komoly terv van a következő 100 marsi évre tervezve, ugye már körülbelül 400 métert haladt, éppen ma este, magyar idő szerint 8-kor, este 8-kor lesz majd a soron következő sajtótájékoztatója a Názának, ezt élő adásban lehet követni a Náza TV adásában az interneten keresztül. Szóval, hogy a tudósok teszik fel a kérdéseket, és a mérnökök segítségével kapnak rá válaszokat. Mégis azért a fő cél az, hogy ezekre a kérdésekre, akármilyen technológiával, akármilyen szerkezettel de választ kapjunk. És engem elsősorban a válaszok érdekelnek, nem annyira a technikai részletek, de persze lenyűgözőek a technikai részletek is. Már az egész, ahogy megérkezett, egy égi daru eresztette le kábeleken keresztül fékező rakétákkal. És minden dokumentálva. És mindenről ugye is. folyamatosan küldte a jeleket a földre, miközben az irányító központban csak ölbetett kézzel ültek, hiszen mindez automatikusan történt. De hogy rátérjünk a kérdésekre. Az elmúlt évtizedekben elsősorban a víz jelenlétére utaló bizonyítékokat kerestünk a Marson, és 2008-ban az előző Álló egység, végre ezt szolgáltatta is, közvetlen terepi mérések formájában, tehát mintát vett néhány centiméteres mélységből, és ezekben a mintákban mérésekkel, anyagvizsgálattal igazolta a fagyott H2O jelenlétét. Ezzel lezárult egy korszak a mars kutatásában, aminek tehát a vízkeresés volt a fő célja. De most már tudjuk, hogy most már volt tudjuk, hogy és volt, és, volt és jelenleg is van fagyott állapotban, tehát feltesszük a következő kérdést, lehetette a múltban élet, és ha volt, annak vannak-e bármilyen bizonyítékai. Tehát a Curiosity már nem annyira egy robot geológus, mint inkább egy ro robot biológus, aki a múltbeli életnek a nyomait keresi elsősorban szerves anyagok formájában. Tehát egyrészt arra kíváncsi, hogy a múltban ha volt élet, az hasonló volt-e az általunk ismert életformához, és maradt-e belőle valami olyan nyom, ezt hívják biomarkernek, Mond, vagy még elegánsabban. Mondhatom egyszer most, ő közvetmintákat vesz, azt őt kutatja, elemzi, és akkor jó esetben találunk. Mondjuk talál, talál, mondjuk vegyületeket benne keres valami, benne, vagy olyan gáz összetevőket a közvetek belsejébe zárva, amelyeknek az izotópa arányai arra utalnak, hogy azt valamilyen élő szervezet csinálta. Tehát ez az egyik kérdés. A másik, hogy a bolygó jelenlegi lakhatósági viszonyait vizsgálja. Milyen a sugárzási környezet? hogyan változik a hőmérséklet, milyen a légnyomás, milyen a felszínnek a, a pH-ja például. Itt rögtön megkérdezik a, lát, amikor előadást ad bárhol, akármilyen iskolásoknak, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak, meg, megkérdezik azt, hogy, hogy mi végre van -e ennek realitása. Rendben, az életnyomait kutatjuk, hogy ennek van-e értelme, azt majd megint elmondja. De hogy a, hogy a jelenlegi élet feltételeket érdemese kutatni olyan messzire, vagy olyan messze, az felmerül kérdésként? Felmerül kérdésként, ugye ma még elsősorban kísérleti kérdésként, vagy alapkutatási célral, mondjuk el tudunk-e képzelni olyan baktériumot itt a Földön, az ismert baktériumok között, amiket ha odavinnénk, akkor életben tudnának maradni a Marson. Mert vannak olyan tervek, hogyha túl hideg van ott nekünk, vagy túl kedvezőtlen a légkörnek az összetétele, akkor azt meg fogjuk majd változtatni. hogy ezzel foglalkoznak a terraformálási elméletek. De előtte minden bizonyal oda kell majd menni az embernek, és egyáltalán nem mindegy, hogy meleg ruhát viszünk, vagy hideg ruhát. Nem mindegy, hogy ilyen nyomásra, földinél kisebb nyomásra, vagy sokkal extrémebb, nagyobb nyomásra tervezzük a szkafandert. Tehát tulajdonképpen a részét ez egy, elős, előrs, amit, aki mindent fel, vagy aki, ami, hát inkább aki ez már, ami mindent feltérképez. Így van, a más program az egy nagyon logikusan építkező megismerési folyamata a bolygónak, és ebben a Curiosity a következő, az aktuális lépés, ami egyébként majd egy minta visszahozó küldetést alapoz meg, valamikor 2018-2020 környékére A már nem ő fogja visszahozni, nem, egy, következő, mintát, nem? egy, következő, De könnyen ez lehet, hogy akkor még eszköz. ő is gurulni fog, mert az energiaellátó rendszere akár 14 földi éven keresztül is működőképes állapotban tarthatja. Ő egyébként mennyi ideig? 8, 8 Mennyit mondott? 8 és hónapig utazott egyébként a, a mars Hát ő nem olyan gyors mert mint a rádiójelek, Aha. így van. Tehát nem 14 perc, hanem 8 és fél hónapig utazott. Azt szoktam mondani, annyi, mint egy terhesség itt a Földön. Tehát a csodálatos dolog, hogy ennyi ideig utazott, az információ meg fél óra alatt megfordul. Csak ez az ember ezt mindig azért magának mesélje és mondja el, mert azt gondolom, hogy izgalmas lehet. Akár el e, tudja a fantáziát annyira engedni, hogy azt mondja, hogy látja előre nyilván a kutatás a, a, a menetrendjét, felvonásait, hogy, hogy 5-10-20 éven belül ott embernek kell megfordulnia. A bővös számít a 30-as, 1900. 72-73 környékén az Apollo program végén ugye azt mondták, hogy a következő lépés az a Mars lesz, az ugró volt a hold, és a következő lépés a Mars lesz, és 30 éven belül amerikai ember áll majd a Mars felszínén. Hát azóta ez a 30 év eltelt, és sajnos nem kerültünk sokkal közelebb az emberes expedíció megvalósulásához, de most is azt lehet olvasni mindenfajta NASA vagy Európai űrügynökség által kiadott állásfoglalásokban, hogy kb. 30 év múlva reális az ember Marsra érkezése. Tehát ha most kell évszámot mondani, akkor azt mondanám, hogy a 2030-as évek végén, 2040-es évek elején. Ebbe azonban szerintem egy kicsit belekavarhat egy születőben lévő új űrhatalom, Kína, aki a 20-as évek elejére már állandóan lakott bázist üzemeltet majd a holdon, mm. és ott fogják kikísérletezni a marsutazáshoz szükséges felszereléseket, és azt gondolom, hogy sem az Egyesült Államok, sem pedig Oroszorsz Oroszország nem fogja megengedni azt, hogy valakik leelőzzék őket a marson. Tehát ez a verseny most begyorsulhat. begyorsulhat a versenyt, verseny, hogyha Kína belép ebbe, és most már nem a hold lesz a célpont, hanem majd a Mars a következő évtizedekben. Jó, mert azt is meg akartam kérdezni, hogy ez most a legnagyobb falat a következő 10-20 évben, de akkor erre is választ kaptunk, hogy tulajdonképpen itt, itt több falat van most a levegőben, tehát a hold lakhatósága mellett, akkor ez egy másik történet, ez a kettő akár versenyben is lehet egymással. Igen, illetve a nasa van egy köztes célja, a holdra nem nagyon akarnak visszatérni, és most arra készülnek tervek, hogy egy kis bolygót hogyan lehetne meglátogatni egy emberes űrhajóval, egy föld Elhaladó kisbolygót, ha nem is szállni le rá, de legalább oda menni, megkerülni, és aztán hazajönni, hogy ez lehetne az első olyan hosszabb utazás a naprendszerben, amit a holdnál nagyobb távolságra hajtunk, végre emberek vesznek részt benne, és biztonságosan haza is jönnek, tehát ez lehetne az amerikai mars utazásnak a főpróbája, a tervek szerint 2025 környékén. Ugye a cikknek az a címe, hogy körüzíti a hat keréken a marsi élet nyomában. Rendben van, a, a, az évtizedeket most tulajdonképpen átléptük itt kézben. Beledben, és már majdnem 2030-nál, 40-nél tartunk. De igazából az első vonal, amit, amikor azt mondta, ugye, hogy a, a, az élet nyomait kutatjuk most a marson, és ez most történik, meg ezekben a percekben, Így órákban, igaz. Erről most kapunk bizonyítékokat, és derül fény nagyon sok mindenre. Ennek a mindennapi hasznosulása az elmagyarázható az érdeklődőknek, vagy most a hallgatóknak? Azt azért tudni kell, hogy ez ma alapkutatás, és nem feltétlenül holnap lesz haszna azoknak a technológiáknak van a hétköznapjaink szempontjából, amelyek kiszivárognak spin-offként a názának a műhelyeiből, és most már a hétköznapjaink részét jelentik. Ugye erre a legismertebb példa a Teflon, Igen. ami kezdetben hővédő rendszer részét alkotta, ma pedig már mindenki Teflonban készíti a tojás rántottáját, vagy a palacsintáját, bár szerintem Teflon nélkül finomabb a palacsinta. És hát nagyon sok olyan technológia van, amit az űrkutatás kapcsán fejlesztenek ki a világ vezető aztán pedig Begyűrűznek az életünkbe. De visszatérve a Marsra, annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy ott is úgy fújja a szél, mint itt a Földön. Ott is olyan volt-e a csapadéknak a felszínformáló ereje, mint itt a Földön. Ott is jégből vannak-e a gleccserek, mint itt a Földön. Ez még egyszer mondom, ma még egy alapkutatás. De például az a kérdés, hogy mi okozta a Marsnak a globális klímaváltozását. Az elmúlt három milliárd évben mitől annyira száraz, mitől fogyott el a légköre, Tehát Mi történt ott? Mi történt ott, ami most esetleg magunkat. éppen itt zajlik a Földön? Szóval, ha megértenénk, hogy a Marson mi okozott globális klímaváltozást, annak már nagyon komoly relevanciája van a Földre nézve, hiszen minden nap van, aki úgy ébredt, hogy a klímaváltozás réme fenyegeti a, a sarukban, a szobában. És ilyen értelemben találhatunk tudományos kérdéseket is, amelyeknek a vizsgálata gyakorlati hasznot hozhat. És hát az alapkérdés persze még mindig az, hogy lehetett-e élet a Marson, vagy ha volt, akkor az milyen életforma volt. Ez megint alapkutatás szagú ez a kérdés, de hogyha kiderülne, hogy a Marson egy földitől teljesen független életforma létezett a múltban, és ennek a nyomai esetleg még ma is megtalálhatók, akkor azt mondhatnánk, hogy itt a naprendszerben két szomszédos bolygón, de mégis egymástól függetlenül kétszer kialakult az élet. És ebből pedig levonhatnánk azt a következtetést, hogy bárhol máshol a világegyetemben távoli galaxisok csillagai között ahol a természet törvényei lehetővé teszik, ahol a környezet olyan, ott meg kellett, hogy jelenjen az élet. Tehát, hogyha a Marson megtalálnánk a Földön kívüli életnek a múltbeli bizonyítékait, akkor ebből tovább gondolva akár hmm. azt is mondhatnánk, hogy biztosan nem vagyunk egyedül, értelmes civilizáció. És akkor a világ ezt tovább életenben. gondolva, laikusként megint akkor azt mondom, hogy jó, valamit találhat ez a szerkezet bármelyik percben, valami izgalmasat, valami, valami fantasztikus dolgot, és ki tudja hogy az életnek milyen szintjét igazolja vissza. Hát ezt nem tudjuk, sőt azt sem tudjuk, hogyha mondjuk volt élet a Marson, akkor azt mi élő lényként, vagy élő lény maradványaként felismernénk-e. Hiszen az élet definíciója az még mindig egy nagyon gyenge lábakon álló építmény, és elképzelhető, hogy intelligens kristályok boldog városai léteznek a Marson, amelyek mellett a kirozíti úgy el, mint hogyha nem is látna semmit. De a harmadik célra, a marskutatás harmadik alapcéljára azért még vesztegessünk egy mondatot. Ha bármilyen okból fakadóan most mindegy, hogy kisbolygó becsapódás, vagy atomháború, vagy globális felmelegedés, vagy túlnépesedés. Ha bármilyen okból fakadóan tömegesen kellene elhagynunk a Földet, mint emberiségnek, akkor az egyik esélyt ugye a világűrben lebegő űrvárosok jelentenék, a másik sokkal reálisabb megoldás pedig az lehetne, hogy kolóniák formájában átköltözünk a Marsra. És már ez remélhetőleg nem holnap és nem is száz éven belül lesz, de elképzelhető, hogy előbb-utóbb sor fog rá kerülni, már pedig ennek az előkészítését az emberes szempontok szerinti kiismerését a bolygónak és a felszerelések tesztelését nem lehet elég korán kezdeni, tehát a mars kutatásának a harmadik célja az emberi jelenlétnek az előkészítése. Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó földrajz, nem, nem, nem csak földrajz, sok mindenféle óra volt ez, történelmi földrajz, biológia, Dr. Sikandás volt a vendégünk, a Curiosity, a Mars élet nyomában a Földgömb legfrissebb számában az összes többi információ benne található. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm megett, szépen, kellemes napot hozzánk. mindenkinek.